Nagy-nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Ikrek 2024. Egy picikét belekukkantunk ebbe az évbe, minden hónapra húzunk egy vagy kettő kártyát. De először is azt szeretném mondani, hogy van egy csodálatos meglepetésünk, hiszen a Jupiter a nagy szerencsének a bolygója, december 31-én megajándékoz minket valamivel, hiszen a Jupiter a nagy szerencsének a bolygója, hiszen a Jupiter olyan, mint egy télapó, jön és mindenkinek ajándékokat osztogat. Szeptember 4-től december 31-ig retrográd a Jupiter, tehát amikor egy bolygó retrográd, akkor lehet ott valamilyen megállás, valamilyen nehézség, de december 31-én, december 31-től a Jupiter, maga a csoda visszatér hozzánk. Inkább ezt lehetne így mondani, tehát a retrográd időszak után. Na most az ikreknek ez 12-es szektort jelent. Misztikus, maga a titok, a távoli földek. Tehát ez maga a legtitokzatosabb, a legvarázslatosabb szektor. Mi lehet itt? Na nézzük. Január. 78 ajtó. Mit mond nekünk? Január a mágus. Így van, ez maga a mágia, ez maga a varázslat, tessék, és így kezdjük az évet. Valamilyen csoda várható. A mágusnak az összes energia, tehát a kezében van. Tehát a levegő energia is, a tűz energia is, a levegő, a föld energia is. A mágus az egyes szám, a mágus azt üzeni, igenis, valamit el kell kezdeni. Főleg, ha megvan a terv, érdemes elkezdeni. A mágus azt üzeni, hogy én mindenre képes vagyok, hogy én el tudom érni a célokat, az álmokat, a vágyakat. Olyan, hogy lehetetlen nem létezik. A mágus azt üzeni, hogy valami mágikus módon megtörténhet. Tehát megtörténik az a varázslat, az a csoda. Zseniális kezdés. Megyünk tovább. Február. Kezdődik itt a kínai új év. A sárkány éve. Ennek az új évnek egyébként a piros arany, vagy a zöld arany. Tehát ezek a színek dominálnak, ezek a szerencsés színek. Nos, na nézzük a kis sárkányokat. A boszorkányokat, mit mondanak nekünk? Február. Királynő, kelyhek, jaj, de jó, kelyhek. Ez maga a boldogság, ez maga a gyönyör, ez maga az ajándék. Egy ilyen királynő, vagy rák, vagy halak, vagy skorpió, lehet fontos szerepet fog játszani az életünkben, lehet, hogy egy ilyen királynő már jelen van az életünkben. Ő lehet az édesanyánk, vagy a testvérünk, nagyon gondoskodó, nagyon anyáskodó ez a hölgy. Ez maga a gyógyítás. A hölgyeknek milyen jó dolgokat mutat, mint maga az anyaság, mint maga a leánykérés, tehát ilyen csodálatos dolgokat. De lehet, hogy az aszcendensünk rák, halak vagy skorpió. Ezért szoktam mondani, hogy érdemes mindig három darab kirakást nézni. De nagyon-nagyon pozitív kártyát kaptunk. Tehát van segítség, lehet fordulni valakihez segítségért. Lehet ez egy pszichológus, lehet orvos, és lehet egy olyan hölgy, aki ezotériával foglalkozik. Nagyon jó, megyünk tovább. Kettő kártya, mind a kettő kártya nagyon, nagyon csodálatos, pozitív. Megyünk tovább. A zöld boszorkány, na mit mond nekünk? Március.
március, na nézzük, az akasztott ember, a megállás például. Egy ügy megállhat, valamit nem tudunk elintézni esetleg, ez is ide tartozik, valamilyen megállás. De lehet, hogy szabadságra megyünk, lehet belemerülés, lehet, hogy belemerülünk valamibe. Tanulásba például, vagy valamilyen ügyet intézünk, vagy valamivel tevékenykedünk, és belemerülünk, és szinte éjjel-nappal csak ezzel fogunk foglalkozni. Ilyet is mutat. Ami inkább aggaszt engem, hogy maga az áldozat szerepe, az is ide tartozik. Húzunk csak ide még egy kártyát. Na most áldozatnak nem szabad lenni, se a munkahelyen, se a párkapcsolatban. Ilyen dolog lehet a háttérben. Na, mi van itt? Szúrós kártyát kaptunk, ez ötös kard. A ti energiátok, tehát ez maga a levegő energia. Hát, ez harc, kemény harc, ez ellenség, kemény ellenség. Nehéz ezzel az ellenséggel harcolni. Nagyon nehéz. Tehát itt lehet valami. Lehet, hogy ez egy bírósági ügy. Tehát itt ilyen nehezebb dologról lehet szó. Na, majd a márciusi kirakásokban okosabbak leszünk, jó? Itt lehet valami, valamilyen dolog. Egyszerűen mondhat olyat is ez az akasztott ember, hogy lehet, hogy nem is érdemes harcolni, nem is érdemes belemenni ebbe a nagy csatába. Hát ez inkább háború lesz, mint a csata, mert nagyon alaptomos ez az ellenség. Tehát nekünk is mindenféle eszközbe be kell ezt vetni. És ha meg is nyerjük ezt a csatát, ezt a háborút, nem biztos, hogy boldogok leszünk. Hogy mondják, hogy bevettük a várat, de a hadsereget elvesztettük? Megnyerjük ezt a harcot, de lehet, hogy elfordulnak tőlünk a szeretteink. Tehát mind a két fél itt nagy veszteséget szokott szenvedni azért. Néha ez a kártya, ez az akasztott ember azt üzeni, hogy békén kell hagyni ezeket a dolgokat. Jó? Majd magától megoldódik minden. Vagy más szemszögből megnézni ezt a helyzetet, ezt a szituációt. Például így, hopp, ahogy én megfordítottam ezt a kártyát, fejjel lefele lóg, így komfortosabb. Tehát sok minden lehet itt. Na, okosabbak leszünk majd a márciusi kirakásokban. Megyünk tovább, ezeket elpakolom. Április nem ez lesz. Hol van az április? Legyen ez. Igen. Ilyen színes kártyák. Tavasszal nagyon szeretem őket használni. Ugrálnak a kártyák. Pénz, jó. Pénz. Ma ugye itt a kardok, kard. Kard az maga a dokumentum, a beszéd, szócsata lehet, csúnya szócsata, az írás. Na nézzük akkor, április. 9-es botok, tűzenergia. Igen, ki kell állni magunkért, harcolnunk kell, ez maga a harc. Meg kell védeni magunkat, az, ami a miénk, ami nekünk jár. Tehát akkor itt belemegyünk ebbe a harcba, nem hagyjuk magunkat. Ez maga a harc. Húzzunk még egyet, húzzunk. Jó lesz. A nap a legszebb kártya. Tehát ez a nap milyen? A mi életünket boldogítja. Tehát melegíti a napocska, tehát az ikreket, viszont az ellenséget égeti. Na hát ilyen a nap. Ez siker, ez győzelem, ez hírnév,
A legszebb kártyát kihúztuk. Megyünk tovább. Május. Na, május. Az eredeti Rider tarot. Ezen szoktunk tanulni. Május. Na, nézzük a májust. Picikét belekukkantunk a májusba, és a május kelyhek lovagja. Nagyon, nagyon csodálatos kártyát húztunk. Megint vízenergia, olyan, mint a királynő. Úton van hozzánk valamilyen boldogság, valamilyen öröm. Kelyhek, ez boldogság. Utazást is mutat ez a kártya. Lehet, hogy elutazunk, vagy hozzánk valaki jön, vendégek. Tehát itt van boldogság, itt van öröm. Ez ajándék is lehet. Csodálatos. Nagyon jó hírek lehetnek. Jó, megyünk tovább. Nyár, június. Na, mit mond nekünk a nyár? Június, kelyhek, négyes. Ez a kártya azt szokta üzenni, hogy nem szabad szomorkodni, ha olyan ajánlatot kapunk, ami nekünk nem tetszik, nem szimpatikus, nem imponál. Nem szabad szomorkodni, mert az univerzum már tartogat számunkra, itt ez a kehely, ugye, a férfi feje fölött, ott az az új kehely, tehát az az új ajánlat, az a megfelelő ajánlat, aminek örülni fogunk. Tehát ezért, mert ez a kártya mutathat szomorúságot, nem szomorkodunk. Jönnek az ajánlatok, nem tetszenek, nem kell elfogadni. Jönni fog a megfelelő. Még ez a kártya olyan dolgokat szokott mutatni, például amikor ugye a kelyhek, ez maga az alkohol is. Tehát az alkohol hozzátartozik a kelyhekhez, a mérgek hozzátartoznak a kelyhekhez, amikor nemet mondunk az alkoholnak, a mérgező, toxikus dolgoknak, anyagoknak, nemet mondunk. És az elején nagyon nehéz. Csak oda nyúlnék még egyszer ahhoz a pohárhoz, csak még egy picit innék egy picurkát, csak még azt az egy cigarettát még ma elszívnám, és majd holnaptól lemondok. Tehát ilyet szokott mutatni ez a kártya, amikor nagyon nehéz az elején, amikor szinte ez a vágy, ez tör minket belülről. Kínoz. Bírni kell. Ügyesek vagyunk. Megyünk tovább. Július, a sellők. Na, mit mondanak a sellők? Július. Olyan is szokott lenni, például ugye itt vannak a születésnapok, hogy egyszerűen kaptunk egy ajándékot, és az nekünk nem tetszik. Tehát ilyen is lehet. Tehát nem szomorkodunk. Július. Na, mi van itt? Ötös. Nagyon jó a fenti áldás, ez a főpap, a fenti áldás. Jaj, de jó, ez maga a csoda, ez egy védőkártya. Szeret az univerzum minket. Jó, tehát ha itt netán van valamilyen nehézség, akkor az univerzum mellettünk van mindenféleképp. Tehát ezt nem szabad elfelejteni. Ez nagyon erős kártya, a nagy árkánum. Ez egy védőkártya. A bölcsesség. Bölcsek leszünk. Tehát jön a bölcsesség hozzánk. Vagy lehet, hogy valaki keresi azt a megfelelő szemét, azt a megfelelő mentort, tanárt, megtalálja. Ha kell nekünk... az a bizonyos szülői áldás például.
vagy egy hivatalnak az engedélye, megkapjuk. Egyébként a templom is ide tartozik, mint a keresztelő, mint az esküvő, az is ide tartozik. Nagyon jó. Megyünk tovább. Augusztus. Az arany augusztus, ilyen kis aranykártyákkal dolgozunk. Na nézzük az augusztust. Augusztus. Itt még tombol a nyár. Jaj, de jó. Ilyen aranykártyát húztunk. Hatos. Érmék. Tehát jön a segítség. Nem hiába. Jön a segítség. Ez lehet egy mecénás. Jön a támogatás. Ez lehet anyagi támogatás, mert ugye érmék, ez maga a pénz. Valaki szponzorálhat minket. De jön a segítség. Tehát ha pénzre van szükségünk például, itt valamit meg akarunk venni, de kell még egy bizonyos összeg, akkor jönni fog a pénz. Nagyon jó. És a kártyapakli alja a mágus. Tehát ez zseniális. Onnan jöhet a segítség, ahonnan nem is várjuk. Jöhet a segítség. A mágus ez nagyon, nagyon erős kártya, megint csak nagy árkánum. Tehát jön a segítség. Sőt, olyan is lehet, hogy az ember rácsodálkozik, hogy hú, hát ez olyan, mint egy varázslat. Nem is gondoltam volna. De, ilyen van. Sőt, ugye kettő darab mágusunk van itt már, és egyszerűen a gondolatainkkal itt provokálhatjuk a sikert. Hogyne, lesz siker? Május. Hol a május? Itt a május. Ugye? A lovag, a kelyhek, úton van valamilyen boldogság. A Jupiter, a nagy szerencsének a bolygója, itt belép az ikrekbe. Tehát május közepétől az ikrek a favoritok. Nem, a nagy favoritok. Ahogy mondtam, a Jupiter a nagy szerencsének a bolygója. Tehát itt bármi lehetséges. Kívánni kell, és teljesül. Szeptember. Igen. Tehát egy évig itt nagy szerencse. Tehát az élet bármi területén várható ez a szerencse. Szeptember. Kettő kártya jött. Na, hát akkor nézzük. Ez magam az antik tarot. Na, mi jött ide nekünk? Pengék 8-as, és a nap. A nap kijött, nagyon jó. Pengék 8-as. Ez a kártya, tehát levegőenergia, ti energiátok, mutat, igen, félelmet, vagy valamilyen korlátozást. Ezt el lehet felejteni. Ugyanúgy, mint itt márciusban, amikor kijött az ötös, a kardok ötös, ugye, és az akasztott ember, amikor van egy ellenség, amikor nagy harc van, nagy csata, amikor az ember érezheti magát ilyen áldozatnak, tehát itt meg érezheti magát bezárva, korlátozva érezheti magát az ember, és jön a nap. Itt is ilyen negatív kártyák után kaptunk napocskát, és itt is a nap. Tehát a nap az maga a gyógyulás. Tehát jön a megoldás, jön a gyógyulás, jön a siker. Tehát ha félünk valamitől, például vizsgázunk, félünk, mi lesz? Minden rendben lesz, minden rendeződik. Nem hiába kellett ez a kettő kártya. A lényeg, hogy nem maradunk ilyen depressziós állapotban, mert ez a 8-as, ez mutathat ilyen depressziót. Tehát ilyen negatív mentális állapotot, ha ezt így lehet mondani, mutat ez a kártya. Megoldódik minden. Vagy érezheti az ember magát, hát úgy, mintha börtönben élne. Például együtt élünk az anyóssal, aki minden nap valamit beszól nekünk, korlátozva érezzük magunkat. Megoldódik. Tehát itt a napocska, a legcsodálatosabb kártya. Október, a misztikus macskák mit mondanak?
Jupiter, nagyon jó. Na nézzük az októbert. Október. Föld 9-es, jó ide, jó érmék, ez megint pénz. Hát a Jupiter dolgozik itt rendesen, napocskát is küld nekünk, pénzt is küld. Tehát a jólét, a bőség, ez a kártyához hozzátartozik, és itt az ember egyszerűen büszke magára, hogy na, nekem ez sikerült. A 9-es azt üzeni, hogy elértük a célunkat. Ajándék, értékes ajándék itt lehet. Nagyon csodálatos kártya, zseniális. Csak szépet és csak jót lehet mondani erről a kártyáról. Ajándék, bőség, kényeztetés. Kényeztetés, ez maga a komfort. Csodálatos. Kell is ez a kis kényeztetés egy ilyen szúrós kártya után. November. November. Nagyon szeretem ezt a kártyapaklit. Ez még a legrégebbi variáció. A legelső variáció. Ezek még a régi képek. Velencéből hoztam őket. Imádom Velencét. Na nézzük. November. November. Ó, az igazság. Az igazság. Az igazság szolgáltatás. Komoly kártya. Komoly. Tehát az ilyen komoly dolgok ide tartoznak. A jogi ügyek, a bírósági ügyek, a hivatalos, a dokumentumok, tehát a vizsga, amikor ítélkeznek ugye felettünk. Tehát ezek a dolgok ide tartoznak ehhez a kártyához. Na most ez a kártya azt szokta üzenni, hogy amit adsz, azt kapsz. Tehát megszületik az igazság. Tehát mennyire igazságos voltál másokkal, mennyire igazságos voltál saját magadhoz. Tessék! Egyébként karmikus kártya. Húzunk rá még egyet? Húzunk. Nagyon-nagyon komoly kártyát kaptunk. Nagyon. Húzunk még egyet. Egy plusz segítség. Négyes. Kardok. Kardok. A kardok, ez maga a dokumentum például. Ez maga dokumentum. Tehát itt valamilyen hivatalos dolgokról van a szó. Hogy kinek ez pozitívum, kinek ez negatívum, ez már megint csak egyéni dolog. De valamilyen fontos, fontos ügyek intézése lehet itt. Vagy véget ér egy fontos, ilyen hivatalos ügy. Valamilyen hivatalos dolog. Ugye a kardok az maga a kommunikáció, a beszéd, az írás. Az ész, a józan ész ide tartozik. És nagyon gyakran ez a négyes akkor jön ki, ha túl vagyunk egy stresszesebb, egy nehezebb időszak után. Hát egy ilyen jogi ügy, ugye ez nem könnyű, nem könnyű. Nos, december, a varázslók mit mondanak nekünk? A varázslók. December. Hop, hop, hop. Valamit nagyon-nagyon üzenni akarnak nekünk a kártyák. Ó, micsoda kártyát kaptunk. Ez maga az ördög 15-ös. Nagy árkánum. Van negatív oldala, de van pozitív oldala is az ördögnek. Hát én azt kívánom, hogy a pozitív oldala itt csattanjon. Hát a pozitív oldala ez a nagy buli, például a szilveszter, amikor ömlik a pezsgő, amikor tényleg várjuk az éjfélt, amikor tánc van, zene van, na hát ilyen az ördög, legyen ez. Az ördögnek van pénze.
az ördögnek van hatalma. Tehát ez is, a pozitívumot nézünk. Ha negatív, ha negatív oldal csattan, akkor ugye van itt egy akasztott ember, az maga az áldozat, a korlátozás, az ördögi láncok, azok itt lejátszódhatnak, a függőség, mint például az alkohol ide tartozik, vagy a szerencsejáték ide tartozhat, vagy benne vagyunk egy toxikus párkapcsolatban. Na most ezt nem szabad hagyni. Jó? Tehát én azt akarom, hogy a pozitív oldala játszódjon le. Húzunk még egyet. Húzunk. Nagyon jó. Ó, de kellett ez a király. Ez most balzsam a lelkemre. A kardok királya. Ez maga az ikrek. Maga az ész. Maga a józan ész. Itt van az a kard, amivel meg tudunk szabadulni ezektől a függőségektől, a toxikus dolgoktól, ezektől a toxikus láncoktól. Tehát el tudjuk magunkat vágni ezektől a dolgoktól. Erős ez a kard. Erős. Ez akarat erő, tehát ész, éles ész, mint a penge. Ki jött ez a király? Vártam. Mert azt üzeni, hogy azért az ikrek királyok és királynők lesznek. Pluszkártyát húzunk 2024-re, egy pluszkártya, az aranytarot. Egy tanács ettől a kártyapaklitól. Na nézzük a tanácsot. 2024-re. Na nézzük. De jó, ez maga az uralkodó. Ez maga az uralkodó. Hát ilyennek kell lenni, mint ez az uralkodó. Az övé az utolsó szó. Megvan a terve. Terv szerint halad. Igen, a mágus is ezt üzente nekünk. Tehát ha van tervünk, itt is egy mágus, akkor érdemes megtenni a legelső lépést, és kitaposni azt az utat a sikerhez. Az uralkodó vállalja a felelősséget. Az uralkodónak szót fogadnak. Tehát ő a fontos, ő dominál. Tehát, ha netán itt valamilyen negatívumról van szó, akkor igenis az uralkodó ettől meg tud szabadulni. Zseniális! Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, nagyon szépen köszönöm azt a szeretetet, amit egész évben kapok tőletek, a lájkokat, a hozzászólásokat, a feliratkozást. Kellemes ünnepeket kívánok, boldogságos karácsonyt, boldogságos új évet, és találkozunk 2024-ben is. Sziasztok!